Kozmetikumok A kozmetikum minden olyan anyag vagy készítmény, amely az emberi teste, bőr, szörzett köröm, ajak, külsőleg, vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyával érintkezésbe kerül. Elsődlegesen azzal a célal, hogy azokat tisztítsa, illatosítsa, védje és ápolja, megjelenését megváltoztassa, illetve kiküszöbölje a kellemetlen szagokat. A felhasználási cél szerint célszerű csoportosítani az árucikkeket. Ugye van testápoló és személyes higiéniát szolgáltató készítmények. A testápolószerek azok a készítmények, amelyek az egészséges bőr, haj, fog, szár, ugye, száj, üreg, köröm állapotának megőrzését, ápolását szolgálják, vagy efedik, elfedik azok kisebb, nem betegségből eredő hibáid, anélkül, hogy rendszeres, mindennapi használat során abban bármiféle kárt okoznának. Testápoló és személyes higiéniás szolgáló készítmények. Testápoló és testhigiéniás szolgáló készítmények csoportosítása, ugye fürdő és tusoló készítmények, testápoló tejek és emúziók, hintőporok, szörtelenítő készítmények, kézápolók, lábápolók és hajápolási készítmények sorolhatók ide. Tehát van a testápoló és személyes higiéniát szolgáltató készítmény, és van a testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmény. Tehát az egyik szolgáltató, a másik szolgáló készítmény. Kezdjük is akkor a fürdő és tusoló készítményekkel. A fürdő és tusoló készítmények szintetikus és szappantípusú típusú felületaktív anyagok. Tisztító, habzó, illatosító anyagok, esetleg bőrkimélő, adalékanyagot, bőrokon adalékot, növényi, extraktumot, színezéket, fertőtlenítőszert, szervetlen és tartósítószert tartalmazó készítmények, amelyek vizes közegben, a testfelület tisztítására szolgálnak. Feladatuk a fürdővíz lágyítása, illatosítása, esetleg színezése. Legfőbb termékcsoportjaik a fürdősók. Feladata a fürdővíz színezése és illatosítása. Ezáltal a fürdés kellemes sététele. Összetevői: konyhasó, nátriumszulfát, amely megköti a levegő nedvességét, ezáltal megakadályozza a termék elfolyósodását. Illatanyagok és színezékek vannak még benne. Vannak még az úgynevezett fürdőtabletták, ugye használatával, per, használatával ugye pesgőfürdő idézhető elő, a készítmények vízben oldva széndiokszidot fejlesztenek, amely a vízbe szénsavvá alakul. A keletkező széns a pezseg, frissítő, üdítő és élénkítő hatású. Fürdőolajok Biztosítják a fürdés élményét a bőr kiszáradása nélkül, tisztító hatásuk nincs, lehetnek kétfázisúak, ugye üvegben jól láthatóan elkülönül a felső olajos réteg és az alsó vizes fázis. Használat előtt a terméket jól össze kell rázni. Vannak a habfürdők és a tusfürdők. A habfürdők feladata a fürdővíz lágyítása és habosítása és illatosítása és színezése. A fürdés kellemes élményét étele. Megakadályozzák a kát szélén a vízkeménységből származó csík kialakulását. Összetevőik a felület aktív anyagok, melyek belsőséges habot adnak, habstabilizátorok, a bőr utánzsírozására szolgáló anyagok, Sűrítőanyagok, anyagok, adalék és illat, és színező anyagok vannak benne. Vannak még tushfürdők. Tehát a tushfürdők feladata a bőr kíméletes tisztítása, közepes mértékű habzás és kellemes illatosítás közben. Testápolótejek vagy emulziók. A bőrre rokon összetevőkből álló készítmények, amelyek feladata hogy helyreállítsák a fürdés utána a bőr egészséges állapotát, pótolják zsírtartalmát, biztosítják annak optimális nedvességtartalmát, védőfelületet alakítsanak ki a különböző idejárási tényezőkkel szemben. Ezen célok kielégítésére számos anyag alkalmas. Például vazelinolaj filmréteget képez a bőr felületén, védelmet nyújtva az időjárással szemben. A vitaminok, fehérjék, a panthenol, tehát nyugtató hatásúak, az aminósav származékok pedig hidratálnak. Hintőporok Feladatuk egyrészt a testnedvek felszívása, másrészt a beszort felület csíkosítása. Jó net szívó és tapadó képességű kis és zsíros tapintású. Ritkábban színezett anyagok. Tartalmazhatnak talkumot, szappanokat, Keményítő színező és illatosító anyagokat. Rendeltetési céljuk szerint lehetnek testápoló, brotválkozás utáni, izzadás elleni, láb és baba hintőporok. Szörtelenítő készítmények. Feladata az emberi test felületén lévő nem kívánatos szőrzet láthatatlanná tétele vagy eltávolítása. Erre számos anyag alkalmas, így például a hidrogénperoxid, szőkítő hatású, a gyanták, méviaszok és parafinok elegye pedig eltávolítja. Persze nem fájdalommentesen. Ugyancsak azt a hatást eredményezik a szörtelenítő emúziók és krémek, amelyek kémiai úton feloldják a szőrzetet. Kézápolószerek. A feladatuk a kéz védelme és ápolása. A különböző külső hatások következtében elveszített zsírtartalom pótlása és hatóanyag segítségével a bőr regenerálása, puhítása, nedvesség tartalmának megőrzése. Lehetnek kézkenőcsök és védőfilmek, és munkavédelmi célra is készítenek kézápoló szereket. Itt pont egy munkavédelmi célra készült kézápoló szert láthatunk. Lábápolószerek. Lábfürdősok. Feladata az erősen megterhelt, fáradt lábbőrének puhítása és frissítése. Lábhintőporok. Jelentőségük speciális hatóanyagjaikban van, amelyek elsősorban a láb gombásodása elleni antibiotikumok. Egyéb jellemzőikben megegyeznek a testápoló hintőporokkal. És ugye vannak még a lábápoló krémek, tehát száraz és zsíros krémek egyaránt lehetnek. Külsőleges hatóanyagaik az antiszeptikus hatású vegyület, frissítő hatású kámfor, mentol és gyógynemény kivonatok. Illetve bedörzsölőszerek is vannak, tehát a lábra, tehát ez egy nagy alkoholtartalmú, tehát 60-70% alkoholtartalomban a folyadékban. Egyébként vérkeringést élénkintő anyagok, anyagokat tartalmaz, illetve mentolt is hozzáadagolnak, és ecetétert, például sóbors szeszet, és ezek bőr, illetve még vannak ö, bőrkeményedés elleni szerek is. És röviden ennyit, tehát térünk rá akkor a hajápoló készítményekre. A hajápolószerek olyan kozmetikai áruk, amelyek tisztítják, táplálják, korban tartják a haj egészséges állapotát, vagy az uralkodó divatnak megfelelő alakját, és illetve a színét is formázhatóbbá teszik. Csoportosításuk rendeltetésük szerint történik, tehát a haj tisztítását és ápolását és színezését szolgáló áruk vannak. Hajsamponok a hajra és a fejbőre tapadt por, verejték, zsiradék és korpa, és különböző mikrobák és hajkezelő szermaradványait, például hajlak, távolítják el anélkül, hogy a hajszálak túlzottan zsírtalanítanák vagy károsítanák. Hajöblítők Más néven borzsamok A regeneráló, kondicionáló hatású hajöblítők olyan vizes oldatok, amelyeket a hajmosás után használnak. Feladatuk a haj fésülhetőségének javítása, a haj lágyítása, a haj sampont maradványok semlegisítése. Tehát erre jók a hajöblítők és a balzsamok. Vannak még különben hajkrémek és hajpakolások, és illetve vannak még hajszeszek, illetve vannak hajszínezők és hajfestékek. Erről kitérünk bőven, tehát bővebben. Tehát a hajfestékek összetétel alapján ugye lehet természetes eredetű növényi hajfestékek, vagy fémsótartalmú hajfestékek, meg vannak oxidációs hajfestékek. Tehát vannak növényi eredetű, fémsótartalmú és oxidációs, tehát három fajtája van. De ezt fel is írom, hogy mindenkivel megmaradjon. Tehát növényi, fémsó és oxidáció. Tehát növényi, fémsó és oxidációs hajfestékek vannak. Tehát a növényi az a természetes eredetű, a fémsó tartalmú hajfesték fémsókat tartalmaz értelemszerűen, az oxidációs hajfestékeknek szintén oxidálnak. Vannak még frizura elkészítéséhez segítő áruk is, ugye rögzítőszerek, tehát hajlakkok, fixatőrök, styling habok és zselék. Vannak hajhullámosítók, tehát Dyer vizek. Egyéb anyagok, ugye sejen fényt fokozó, fésülhetőséget javító anyagok. De most visszatérnék egy kicsikét a hajfestékekre, hiszen kihagytam egy dolgot. Tehát festő hatásuk alapján is tudjuk őket rangsorolni. Tehát vannak hajszínezők, hajfestékek és szőkítők. Tehát vannak színezők, festékek, illetve vannak szőkítők. Tehát színezők, festékek és szőkítők. Ez maradt ki, ezt elfelejtettem. Nem mindegy, haladjunk tovább. Tehát a hajápolási készítmények speciális összetevőket tartalmazó anyagok, amelyekkel akkor érhető el a kívánt hatás, ha a használati kezelési útmutató előírásait pontosan betartják. Ezért fontos átvétel során fokozottan ellenőrizni, hogy a csomagoláson van-e magyar nyelvi útmutató. Ugyancsak fontos ellenőrizni, hogy a minőségmegőrzési időn belül legyenek a termékek hiszen a hajápolási termékeknek is van minőségmegőrzési ideje. Fog és szájápoló készítmények A fog és a szájápolás szolgáló készítmények csoportjai Fogkrémek és fogzselék fog és fogfelület és fogeszközök megtisztítására A nyálból képződött lerakódások kialakulásának meggátolására szolgálnak a fogak felszínén megjelenő foltok eltávolítására, az üde biztosítására szolgálnak. Összetevőik a felület aktív anyagok, dörzsanyagok, állományjavítók, nedvességmegkötő anyagok, íz- és illatanyagok, valamint speciális hatású adalékok. Ezek lehetnek antibakteriális anyagok, plakkoldó anyagok, fogkő eltávolítók, fogínyérzékenységet csökkentők, nikotinoldók, és egyéb más anyagok. Vannak még az úgynevezett gyermekfokrémek. A fokrémek egy külön csoportját képzik, tehát összetétele eltér a felnőttek számára készített terméktektől, tehát nem ugyanaz, tehát felnőtteknek teljesen más fogkrémet árusítanak, mint gyerekeknek. Tehát a dörzsanyagok ugye lágyabb, gyümölcs és cukorka ízesítéseket használnak, és gyakran színezik. Csomagolásuk élénk színű, figyelemfelkeltő, és mesefigurákkal díszített. Vannak még szájvizek és szájsprék. Összetevői között legalapvetőbb az etilalkohol, ebben található oldott állapotban különféle íz- és illatanyagok, illetve antibakteriális anyagok. Frissítik, üdítik, kellemessé teszik, a lehelletet elfedik a szájból vagy a gyomorból eredő kellemetlen szagokat. Tisztítják és különleges hatású adalékanyagaik révén fertőtlenítik a szájüreget. Műfogsor tisztítók a szájból kivett műfogak áztatására, aktív tisztítására szolgálnak. Erősen lugos, kémhatású vegyületek, fehérítő anyagokat tartalmaznak. szerek. A borotválkozási kozmetikumok feladata a szakál előkészítése a borotválkozásához. A szőrzet kiborotválhatósága és a kezert arcből ápolás a borotválkozás után. Az erre alkalmas áruk csoportjai. Borotvasappanok első osztályú zsiradékból készülnek, jól habzó, illatosított készítmények. Jelentőségük az utóbbi időben nagy mértékben csökkent. Borotva krémek. A borotvasappanokból, glicerinből, bőrpuhító anyagokból, enyhe illatanyagokból állnak. Feladata a késsel vagy pengével történő borotválkozás megkönnyítése érdekében a szőrzet puhítása. A bőrt lágya és rugalmassá tetik, előkészítik a szőrzetet a borotválkozáshoz. A habzó borotvakrémek dús habot adnak, az arcon meleg vízzel és nedves, nedves ecet segítségével tömör és sűrű hab képezhető, amely a szőrzetet felpuhítja, ezáltal a borotválkozás könnyebbé válik. Illetve vannak ö, nem habzó borotva krémek, Ugye a feladata a víz és eset nélküli borotválkozás elősegítése. Különösen érzékeny arcbőrű, lágy szőrzeti férfiak számára. Borotva habok. A borotva krémekhez hasonló összetételőek, de azoknál hígabbak. A borotválkozás ideje nagy mértékben csökkenthető, mert a -kép hat -hab képzés ideje ugye elmarad ezeknél. A kiporlasztott habformájú terméket kell a nedves arcbőrön egyenletesen eloszlatni. A hab képzésére speciális szelepet használnak. Borotválkozás utáni aftersévek Alkoholból, szerves savakból, pórus összehúzóból keletkezett kellemetlen tünetek csökkentésére illetve a készítmény feladata az pont az, hogy a keletkezett kellemetlen tünetek csökkentése, ami bar a borotválkozás után marad, az, égető íz, égető érzést csökkentse. Illetve a bőr természetes savköppenyének helyreállítását is megteszi ez a aftersé. Állóguk szerint lehetnek ugye arcvizek, arceszek, emúziók, zselék és krémek is. Egyébként az aftershave feladata még a bőrnyugtatás, mivel bőr ápoló anyagokból is állnak. Tehát borotválkozás után ajánlott az aftershave használata, hiszen a bőr természetes savköppenyét helyreállítja borotválkozás után. Vannak villany, villanyborotválkozáshoz való pre alkoholból, zsírozóanyagokból és speciális adalékanyagokból állnak. A készítmények feladata a villanyborotválkozás előtt az arcbőr és a szörzet előkészítése. Az izzat zsíros arcbőrön a borotva nem csúszik megfelelően, ezért segíteni kell a borotva siklását. Összehúzni a porosokat, ezáltal feszesebbé tenni az arcbőrt, és így a borotva készülék vágófeje, a bőrtől ellenálló szőrszálakat alaposan és tőben tudja elnyírni. Illetve vannak még vérzés csillapító készítmények timsóból, ugye rózsaszín színező hatású fertőtletnint és pórus összehúzó taninból. Illetve legintenzívebb illat a borotválkozás utáni szereket jellemzi, Férfiaknál is elengedhetetlen az illat kialakítása, ezért a jó eladó számukra is termékcsaládot ajánl. Tehát ezért kell tisztában lenni az eladóknak a termékekkel, hogy tudjon ajánlani termékeket a vásárlóknak esetleg segítségért odafordulnak hozzánk. Tehát fontos a jó áruismeret, Pontos összetétel ismeret, hogy mindenkinek a legmegfelelőbb terméket tudjuk ajánlani, és ráadásul még fontos az emberismeret is. Dezodorok és készítmények. Az izzadás a szervezet működésének természetes folyamata. A sajátos szag védekezést tesznek lehetővé a következő anyagok: dezodorok. Antimikrobás hatásukkal, intenzív illatanyagaikkal, a kellemetlen szagot szüntetik meg. Lehetnek aeroszolok, pumpás készítmények, stiftek, golyós, rollon készítmények vagy dezodoráló kendők is. Izzadásgátlók Pórus összehúzó anyagaikkal csökkentik a verejték mirigyek kiválasztó funkcióját. Lehetnek folyadékok, aeroszolok, krémek, stiftek és púderek. Az illatharmónia érdekében itt is javasolt az egyéb kozmetikumoknak megfelelő termékcsaládokhoz tartozó készítmények beszerzése. Napozószerek. A napozószerek zsír vagy olaj alapú vivőanyagokból, fényszűrő hatású komponensből és esetenként egyéb speciális hatóanyagokból álló készítmények. Legfontosabb összetevőik a fényszűrőanyagok. A napozószerek fényvédő képességét jelzi a biológiai fényvédő faktor. Ez megmutatja, hogy az adott napozószer használatával hányszorosra nő, illetve növelhető a napozás időtartama a leégés veszélye nélkül ahhoz az időhöz képest, amelyet a napon töltene a napozószer nélkül. A napozószerek állaga jellege alapján lehetnek, ugye? napolajok, tehát a legrégebben használt, tehát a legrégebben használt, legegyszerűbb összetételű napozószerek. Ma már választék kisebb hányadát jelentik. A bőrön csak nagyon vékony réteget képeznek, ezért fényvédő, faktorszámuk is kicsi, csupán kettő és 3. Előnyös tulajdonságuk, hogy vízállóak, egyenletesen eloszlathatók a bőr felületén, védik a bőrt a kiszáradástól, és tartósítószert nem tartalmaznak. Vannak a napozó gélek és vizes oldataik. Vízbázisú készítmények vízben oldódó fényszűrő anyagokat tartalmaznak. A géleket különböző kocsonyásító anyagokkal sűrítik be a megfelelő állagúra. Hátrányuk, hogy csak napozásra alkalmasak. Strandolásnál a vízben azonnal le leoldódnak a bőrfelületről. A napozás folyamán elveszített zsírtartalmat nem pótolják. A bőr húzó érzése megmarad. Napozás után a bőr zsírtartalmát pótolni kell. Tehát a napozógél strandoláshoz nem jó csak simán napozáshoz, mert ugye a víz leoldja. Vannak még napozó emúziók. Ugye tejek és krémek. Az O per V típusú emúziók, tehát olaj a vízben vízbázis, vízbázisú termékek, nem vízállóak. Fürdés közben lemosódnak a bőről, ezért minden fürdés után újra fel kell kenni a napozószert a bőre. Vannak a V per O típusú emúziók, tehát víz az olajban. Ezek olajbázisú termékek. A bőrön vastagabb réteget képeznek, mérsékelten vízállóak, Fürdék, fürdés közben csak részben oldódnak le a bőről. Illetve vannak még az aeroszolos napozószerek folyadék töltete a napozó vagy az emúzió olajjal egyezik meg. Tehát napozóolajjal és emúzió egyezik meg a töltete az aeroszolos napozószereknek. Napozás után javasolt kamilla kivonatot, mentolt, alantoin tartalmazó hidratáló, bőrnyugtató készítményt használni sajátos készítmények a nap nélkül barnítók, amelyek hatóanyaga a csomagoláson is feltüntetett DHA, tehát dihidroci aceton, a DHA a bőrben lévő aminósavakkal kémiai reakcióba lép, az ekkor keletkezett új vegyület adja a barnás szint. És nagyjából végeztünk is volna ezzel a témarészsel, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!